A nappali kávéházban vagyok. Kedves Marci, hogyha ebből a rengeteg italból egyet kéne választani, egyet kéne elvinni egy lakatlan szigetre, mondjuk érdekesség kedvéért, melyikkel kezdenéd? Menjél! Ebből olyan, amit a lakatlan szigetre vinnék, olyan van millió. De hogy te azt mondtad, hogy legyen érdekes ital, az mit tudom, ez például mindenféleképpen érdekes ital. Igen. Ő egy japán whisky, ami igazándiból mégsem japán whisky, a szónak abban az értelmében, hogy bár Japánban készült, de Skóciában vásárolt nyers maláta whiskyből, és Kanadában vásárolt gabona whiskyből keverték. Ez egy multikulti whisky? Ez egy annyira multikulti whisky, hogy a skót és kanadai alapanyagból Japánban készült a blend, amit utána spanyol hordókban érlelnek egy 1600 méter magasan használaton kívül lévő vasúti alagútban. Erre mondtad, hogy beteg? Ez beteg. Ez beteg. Hozzáteszem, egyébként az íze is meglehetősen atipikus. 12 évig érlelik ebben az alagútban. A spanyol hordóban a skót és kanadai viszkit, hogy utána franciául címkézzék. Hát ez a japán. Mindezt azért, mert utána a Le Whisky du Monde nevezetű francia cég importálja. Franciaországban is ilyeténképpen kvázi Európában rajtuk keresztül érkezik. Ez egyébként az egy világ egyik legnagyobb whisky forgalmazó cége, mert talán nem tudják sokan, hogy whisky ügyekben Franciaország az első számú fogyasztó. Igen. Szóval a végeredmény teljesen beteg. Tehát nappali.